Tavaszi munkák a Városgondnokságnál. Fejlesztések Kunmadarason. Ovi Galéria. Megszépülnek a Tisza-tó strandjai. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. április 18-án 18 óra 5 perckor. Molnár Pál, a Karcag Városi Önkormányzat Városgondnokságának igazgatója beszélt televíziónknak arról, hogy a tavasz beköszöntével hogyan haladnak az előkészületi munkálatok a város belterületén, a közparkjainkban és a csemetekertben. Molnár Pál, a Karcagi Városi Önkormányzat Városgondnokságának igazgatója számolt be televíziónknak arról, hogy hogyan haladnak az előkészületi munkálatok a város belterületén, a közparkjaiban és a csemetekertben. Az elkövetkezendőkben a szokásos feladatokat fogjuk elvégezni. Igaz, hogy most az időjárás egy picit másképp alakult, mint az előző évben, azért nagyon ritka volt az, hogy március 20-a környékén nem a talajelőkészítési és ültetési munkákkal kell foglalkozni, hanem a hóeltakarítással is egész fagyos időszak van. Azonban ez az idő véget ér, bár még nem túl kegyes az időjárás hozzánk, azonban az előkészületi munkákat elkezdtük a város belterületén is, közparkjaiban is, valamint elkezdtük a csemetekertben is. Minden nap találkozhatunk a város utcáiban, a főtéren, a Városgondnokság munkatársaival, akik az előre meghatározott tavaszi ütemterv szerint dolgoznak. A szokásos munkafolyamatokat végezzük el, hogy előbb említettem, még az ültetési munkákat nem tudtuk elkezdeni. Van egy üvegházunk, ahol a előnevelések történnek. Direkt nem sietettük ezt a folyamatot, mert a kiültetés ugye még várat magára, nem akarjuk, hogy elpusztuljanak ezek a fiatal növények, virágok, csemeték, tehát ott folyik egyelőre, ott vannak munkálatok, valamint a tisztítási, meccési folyamatokat végezzük el a külterületen. Ezen kívül a vezető beszélt még a városban zajló közmunkaprogramról és annak fontosságáról is. Minden évben nagy létszámmal pályázik Karcagváros és a Városgondnokságon keresztül. Igaz, hogy ebben az évben nem sikerült akkora létszámot elérni idáig, mint a tavalyi évben. Tavaly ugyanis 400 fő volt a közfoglalkoztatottunk, most ez 300 főnél megállt. Bízunk benne, hogy újabb programokat fognak még kiírni. Hasonló programokat céloztunk meg a közfoglalkoztatáson belül, mint a tavalyi évben. Ez belvízprogramot jelent, ahol a belvíz levezető árkokat, átreszeket, csatornákat tartjuk karban és újítjuk föl. Lesznek zárt csatornaszakaszok is, amelyeket kialakítjunk. Pályáztunk közútprogramba, ahol az aszfaltozási munkákat fogjuk elvégezni, valamint a útpatka rendezési munkálatait, de ezeket a dolgozókat szoktuk bevonni a közterületek, közparkok rendbetételére is. Sikeres volt a pályázatunk a külterületi mezőgazdasági földutak rendbetételére is. Itt egy 70 fővel dolgoznak kint a kollégák, egyébként nagyon-nagyon fontos és nagyon szükséges, ugyanis nagyon rossz állapotban vannak a mezőgazdasági földutakat, tél nagyon megviselt, és a aránylag nagy mezőgazdasági vontató forgalom teljesen tönkretette az utakat. Sikerült a gépparkunkat is olyan állapotba hozni, hogy mihelyt az időjárás engedi, az eső véget ér és kiszáradnak a úgymond keréknyomok, akkor el tudjuk kezdeni a konkrét gépi munkákat is. Most jelen pillanatban a vízelvezetési munkákat végezzük el, ugyanis a mélyebb fekvésű útszakaszokon ott megáll a víz, és ezt le kell vezetni az út mellett található csatornákba is. De pályáztunk ebben az évben is az illegális hulladék lerakó helyek megszüntetését célzó pályázatra is, ahol 11 munkatársunk a Karcag külterületén azokat az illegális lerakókat szünteti meg, ahol kiviszik a szemetet, szétszórnak, vagy esetleg már évek óta szemétlerakás történt meg, és eddig ezt nem takarította el senki sem. Mezőgazdasági programot is megcéloztuk az elmúlt években. Sikerült kialakítani egy tojótyúkállományt, ahol 500 tojótyúk termeli a tojást. Ezt főként közétkeztetésbe forgatjuk vissza, de van, hogy értékesítünk is belőle, valamint másfél hektár területen kertészeti termékeket termelünk. Itt a ültetési, talajelőkészítési munkálatok folynak már. Szerencsére a korai vetésű növényeket sikerült már a előbb említett hideg időjárás előtt elvetni. Karcag többek között a belvízprogram, a közútprogram és a külterületi mezőgazdasági földutak rendbetételére is pályázatot nyújtott be sikerrel. A napokban Kunmadarason a helyiek és a településen közlekedők egyaránt tapasztalhatták, hogy nagyszabású munkálatok kezdődtek meg egy projektnek köszönhetően. Erről készült anyagunk következik. Tehát, hogy
A projekt céljai közé sorolhatjuk többek között a talajszennyezés csökkentését, a talajvízszint emelkedés mértékének csökkentését, a vízbázis védelmet, a levegőminőség javítását. A projekt során megközelítőleg 27,5 km gravitációs gyűjtővezetéket kell megépítenünk. Ezek a gravitációs gyűjtővezetékek 200-as átmérőjű KG PVC csőből fognak készülni, köztes betonaknak lesznek elhelyezve, tisztító betonaknak. Ehhez kapcsolódóan megközelítőleg 14 km házi bekötővezetéket fogunk megépíteni, 12 darab közterületi új közterületi átemelő kerül elhelyezésre a településen belül, 3 darab meglévő átemelőnek a teljes rekonstrukcióját kell elvégeznünk, 7,8 km nyomóvezetéket fogunk építeni, ugye ami az átemelőket az adott gravitációs vezetékekkel kötik össze, valamint közel 1,3 km meglévő gravitációs rendszernek a felújítását és rekonstrukcióját fogjuk elvégezni. Nagyságrendileg a hálózatot érintő mennyiségek azok ezek, illetve még egy fontos információ a projektben, ha jól emlékszem, akkor 1844 darab ingatlannak fogjuk majd a rákötési lehetőségét biztosítani a projekt alatt. Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy milyen fontos egy település életében a mindenkori fejlődés, annak vonzatai, amit a település lakossága is tapasztalhat. Ez a beruházás mindenképpen itt Kunmadarason a jövőnek épül, hiszen ha azt szeretnénk, hogy Kunmadaras fejlődjön, és mindannyian azt szeretnénk, hogy Kunmadaras fejlődjön, akkor meg kell teremteni azt az infrastruktúrát, azt az alapot, amire ezt a fejlesztések megtörténhetnek. Ilyen a szennyvíz csatornahálózat is. Mert az a település, ahol nincs kiépítve jó kapacitással a szennyvíz csatornahálózat, oda nem tudnak akár beruházók jönni, azt a települést nem lehet fejleszteni. Kunmadaras pedig fejlődés előtt áll, hiszen ha meg fog épülni a börtön, nem csak a börtönben lakók, az ott dolgozóknak kell szennyvíz és csatornahálózat, hanem azoknak az embereknek is, akik ott fognak dolgozni, és remélhetőleg ide települnek Kunmadarasra. És a Kunmadarasnak a lakossága növekszik. Akkor valószínű, hogy jobban jönnek a befektetők, visszajönnek azok a fiatalok, középkorúak, akik Kunmadarasról származtak el, és fel kell készülni erre a jövőre. Ez a csatorna, szennyvíz és csatorna fejlesztés, ez alapozás, a jövőnek a megalapozása, és Kunmadarason mindenképpen, ha fejlettebb és jobb időszakot szeretnénk látni magunk előtt, akkor ezt jól meg kell alapozni az ilyen beruházásokkal is. Guba László, Kunmadaras polgármestere pedig beszámolójában kiemelte, hogy mekkora és milyen változások lesznek tapasztalhatók a projekt elindítását követően. 2013 óta tervezzük ezt a beruházást. Igazából a szennyvíztelep korszerűsítése és a csatornahálózat bővítése fog elkészülni. Most már reményeink szerint május 4-e körül fizikailag is elkezdődnek a munkák, készen vannak a tervek, vízjogi létesítési engedélyek elkészültek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy innen hajrá. 2013-tól 14-ig tartott egy időszak, amikor magát a szennyvíz tisztító telepet is korszerűsítettük, valamint elkészültek a tervek. Miután nem volt megfelelő összegünk magára a beruházásra, ezért ezek a tervek hatályukat vesztették, és ugye 2014-ben egy új lendülettel kezdtünk neki ennek a munkának, és sikerkoronázta ugye a szándékunkat, 2 milliárd 130 millió forintot kaptunk a Nemzeti Ügyek Kormányától, viszont 2015-ben közölték velünk, hogy úgy tudnak segítségünkre lenni jobban, hogyha a Nemzeti Fejlesztési Programirodához áthelyezik ezt a projektet, és innentől kezdve a Nemzeti Fejlesztési Programiroda a mi segítségünkkel fog dolgozni. És ez nagyon jó volt, azért, mert Kunmadaras lakossága elég vegyes összetételű, nem gazdag emberekről van szó. Magát a szennyvíz bekötés sem tudták volna kifizetni, ugye a rájuk eső közel 100 ezer forintot, és így a Nemzeti Ügyek Kormánya még egy 630 millió forinttal megtámogatta ezt a projektet, és így elhárult minden akadály, ki lehetett írni a pályázatot, melyet a tiszakécskei Magyar Vakond Kft. Nyert meg. Már az alvállalkozók is rendelkezésére álltak, megkötötték a szerződéseket, úgyhogy
tényleg elhárult minden akadály. Karcagon, a Csokonai úti tagóvodában a művészeti nevelés újabb elemeként létrehoztak egy kiállítást Ovi Galéria elnevezéssel, amelyet bárki megtekinthet. Egy egészen új formáját választották a nevelők a hagyományőrzésnek. Nem népi mesterségeket mutattak be a gyermekeknek, hanem karcagi asszonyok készítettek levesbevalót. A mai napon a művészeti programunk egyik sajátossága, hogy negyed évente az Ovi Galériánkban újabb és újabb kiállítást rendezünk. A mai alkalommal idős asszonyokat hívtunk meg, akik még őrzik a hagyományokat, és csigacsinálást mutatnak be. Az SMK-val megbeszéltük, a szülői munkaközösségi vezetőkkel, hogy ők szeretnék, ha megismertetnénk a gyermekeikkel, és ővelük is, hogy hogyan készült hagyományosan régen a csiga, milyen alkalomkor volt a csiga, azt hallják a gyerekek az idősektől, akik tényleg őrzik a régi hagyományokat, hogy régen disznótorokkor összeültek az asszonyok, lányok, és készítették a csigát, és a lakodalmak alkalmával is nagyon sokan összejöttek, és ekkor beszélgettek, volt pletyka is egy kicsi, a végén pedig táncolták a csiga végét. Valami ilyesmi történetet hallottam, és a mai alkalommal érkezett Bene Péterné, aki 89 éves, és még a családot a házi tésztával, nem csak a csiga csinálással, hanem lebbencs tésztával, metéltel és mindenféle finomsággal ellátja. Tehát nálunk még nagyon él a családban ez a hagyomány. És meghívtuk még Molnárné Erzsikét, nyugdíjas óvodavezetőnket, akit szintén várjuk erre az alkalomra, hogy ő is megmutatja majd a gyerekeknek egy másik asztalnál, mert nagyon kíváncsiak lesznek a gyerekek is, szülők is, akik ide látogatnak, hogy hogyan is készítették, hogyan csinálták a csigacsinálás módját. A kiállítást az óvodában az érdeklődőknek is szívesen bemutatják. A gyerekek mindig nagyon élvezik, és nem csak a gyerekek, hanem az ide látogató vezetőink, vagy a szülők, akik ellátogatnak hozzánk, megtekintik, és mindig a témával kapcsolatos aktuális dolgokat nézhetik meg. Kiírtuk a szülőknek gyűjtőmunkába, hogy a csigacsinálással kapcsolatosan, amit csak tudnak, gyűjtsenek, hozzanak. Került ide csigacsináló, kötény, kendő, szakácskönyv, és akkor ezt mindig nyitva áll az ajtó, és mindenki bejöhet, és megtekintheti. Hisz szívügyünknek tartjuk a hagyományápolást, őrizzük a hagyományokat kolléganőimmel együtt. És most itt a tavaszi galéria nyitón a csigacsinálás alkalmából, hogy komplex legyen ez az alkalom, hívtunk vendégeket. Ősszel mi voltunk a mi óvónénieink a Nagykun Református Általános Iskolában, a Mesevarázs Munkaközösség Hátóth Jánosné vezetésével adtak elő mesét, és ígéretet kaptunk, hogy tavasszal ők visszajönnek hozzánk, és ők is egy kis műsorral kedveskednek nekünk. Így lesz komplex a mai napunk. Művészeti értéket közvetítünk, mert lesz irodalom, zene, és hát a kézi munka. A szülők is részt vettek az óvoda tavaszi pompájában. Sokan hoztak kiültethető virágot. Az Ovi Galériát a tervek szerint jövőre is megtekinthetik. Már mindenütt a szezonra készülnek. A Tisza-tó megyei településein is a turizmus erősítését szolgálják az előttünk lévő időszak fejlesztései. Már mindenütt a szezonra készülnek a Tisza-tónál, a Tisza-tó heves megyei településein is a turizmus erősítését szolgálják az előttünk lévő időszak fejlesztései. A legnagyobb előrelépés a szabadvízi strandokra és kikötőkre vár. Sarudon például egy félsziget kialakítását tervezik, melyel a part felületüket is növelni tudják. A fejlesztés részeként parkolókat alakítanak majd ki, emellett több út kap új burkolatot. Fontos kérdés továbbá a vendéglátóhelyek és a
védett területek számának növelése, az elképzelések természetesen Tiszanánán is megvannak. Hozzávetőleg 50 millió forintot fordíthatnak ilyen beruházásra, olyan újításokat valósítanak meg, melyekkel a gyermekes családoknak is kedveznek. Szerepel a tervek között külön fürdőrész a kicsiknek, és sokfajta élményjáték esetükben rendkívül fontosak az esztétikai szempontok is. Emellett Kiskörén és Poroszlón is jelentős forrásokat fordítanak a strandok és kikötők fejlesztésére. Kisköre, Tiszanán, a Sarud és Poroszló egyaránt kedvelt helynek számít a pihenni vágyók körében. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!